Gyöngyösi Márton, a Jobbik Konzervatívok elnöke a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is. Elnök úr, hadd kérdezzem meg, nem kedveli az ázsiai embereket? Ázsiában nőttem föl, semmi problémám nincs az ázsiai emberekkel. Donát Annára utalnék, mert most volt úgy tűnik egy ilyen kis összefeszülés az online térben. Ugye ön úgy fogalmazott, hogy az ázsiai migráns munkásokat betelepíti a magyar kormány, és ő azt mondta, hogy ez a migráns munkás, vendégmunkás bűnözés kifejezés, ez egy picit ilyen embertelen megbélyegzés. Mi szükség van erre? Ezért is kérdezem, hogy van-e esetleg ilyen? Semmiféle embertelen nincs abban, hogyha nevén nevezzük a dolgokat. Ázsiai migráns munkásokat telepít be a kormány a magyar távozó munkaerő helyére. Magyarországból 100 000-vel távoznak a magyar fiatalok, mert nem tudnak boldogulni a saját szülőföldjükön. Ez a kormányzat pedig ahelyett, hogy megemelné a béreket, és a megélhetést azt biztosítaná a magyar munkaerőnek, helyette Ázsiából telepít be különböző kínai érdekeltségű akkumulátorgyárakba ázsiai vendégmunkásokat. Nem az ázsiai vendégmunkásokkal, migráns munkásokkal van problémánk, azzal van problémánk, hogy a magyar fiatalokat innen elüldözik, és idegeneket hoznak be a helyükre, és ezzel egyfajta tervezett lakosságcserét hajtanak végre. Betelepíti a kormány, vagy lehetőséget ad azoknak az embereknek, akik szeretnének itt élni, adott feltételek mellett, hogy itt éljenek Magyarországon? Betelepíti őket egy konkrét terv alapján. Az, hogy soros terv van-e, az ugye nem derült ki az elmúlt években, de hosszú-hosszú éveken át riogatott a propaganda hálózatával együtt a kormányzat azzal kapcsolatban, hogy 2015 után itt milyen elképesztő migrációs hullám lesz. Ez egy valós veszély. Hál' Istennek sikerült... Van. Most a kormányzat 1400 ember csempészt már elengedett a magyar börtönökből, és telepíti be a migráns munkásokat Magyarországra, eredendően ázsiai migráns munkásokat a különböző akkumulátorgyárakba, ami letöri a magyaroknak a bérét, tehát a magyar béreket lenyomja, tehát a megélhetés az még nehezebb lesz ezek után Magyarországon, és megtöri Magyarország kulturális identitását is, hiszen a magyar miniszterelnök 500 000 migráns munkás betelepítéséről beszél, egy 9,5 millióra zsugorodott országban 500 000 migráns munkás letelepítése az elég látható lesz, és Magyarország kulturális identitását veszélyezteti. Most az egyik, ami eszembe jutott kérdés, hogy ugye az embercsempészeket elengedték, ugye erre az egyik államtitkára azt mondta, hogy egyrészt tele vannak a börtönök, az Európai Unió nem ad forrást új börtön a képítésére, a magyar államnak kell finanszíroznia ezen embereknek az eltartását, ahelyett, hogy mondjuk az Unió anyagilag segíteni őket. Tehát ez miért nem történik meg? Csak ezen a héten az Európai Uniónak volt egy javaslata, hogy a 7 éves büdzsében 10 milliárd euróval növeljék meg az illegális migrációval szembeni küzdelemhez szükséges büdzsét, amire a fideszes képviselők nem gombot, még egyszer hangsúlyozom, nem gombot nyomtak meg. Tehát a Fidesz úgy harcol a migrációval szemben, hogy kint az Európai Unióban blokkolja azokat a törvényeket, amelyek az illegális migrációval szembeni fellépést elősegítenék, itthon 1400 embercsempészt enged ki a börtönökből, akik gondolom két nappal később már csempészik be a tömegeket Magyarország területére. Mi van itt? Mi folyik itt ebben az országban? Tehát én egyszerűen nem értem, hogy a magyar kormányfő, aki 7-8 éven keresztül riogatta a magyar társadalmat a migrációval szemben, mindenféle ilyen konteóval, hogy Soros György Manhattanből hogyan szervezi a migránsoknak az érkezését Európába, ezzel tömte. Ez valós probléma, ez a migráció. Valós probléma, migráció, de a magyar miniszterelnök... Nem riogatás azért. A magyar miniszterelnök most alkotja meg azokat a törvényeket, amelyek útján, tervezett úton 500 000 migráns munkást készül letelepíteni Magyarországon. Ez nem illegális migráció alapköve. Migráns munkások, tehát olyan emberek, akik jönnek be éhbérért dolgozni a kínai gyárakba, kínai gazdasági érdekeltségekbe dolgozni, és bárki, aki elhiszi azt a magyar kormányfőnek, vagy a magyar kormánynak, hogy a vendégmunkás és a migráns között van különbség, az nézzen rá jelenleg Németországra, ahova még az 50-es, 60-as években a német gazdasági érdekek miatt telepítették be Csőstől a munkásokat, ott maradtak, hozták a családjukat, és Németországnak a kulturális identitása megbomlott. Tehát mi
ugye a jobbik konzervatívok a 20 éves történelme folyamán folyamatosan a szuverenitás, a magyar identitás, a magyar kultúra megőrzése érdekében és a nemzeti érdekek védelmében tett és cselekedett. Ezt tesszük most is, amikor a nemzeti érdekeket védjük. Én csak, hogy visszakanyarodjak az elejére, megértem azt, hogy Donát Anna, aki egy liberális, egy deklaráltan liberális pártot vezet, neki nem fontos a magyar munkavállalóknak a munkakörülményei, a magyar munkavállalóknak a bérei, ő ezzel nem akar foglalkozni, ő liberális pártként más témákkal akar foglalkozni, de bocsássa meg, hogyha egy konzervatív párt az igenis nemzeti sorskérdésekkel foglalkozik. A jobbik konzervatívok támogatják a kormányzó pártnak a törvényjavaslatát, hogy ugye egy szigorú vendégmunkás törvényt szeretnének megalkotni. Azt, amit most visszavont? Még mielőtt hatályba lépett volna? Azt mondták, hogy egy szigorú feltételrendszert szeretnének létrehozni, és ezért nem fogják elfogadni, hanem kell készülni egyfajta szigorúbb keretezésre. Szerkesztő, azt mondja, csodálom, hogy ezt nevetés nélkül végig tudtam mondani ezt a mondatot. Még hatályba sem lépett ez a törvény, aminek november 1-én kellett volna hatályba lépnie. Mi amióta elfogadták ezt a törvényt, azóta folyamatosan mondjuk a magyar miniszterelnöknek, a magyar kormánynak, hogy ez egy rossz törvény. Ez a törvény, ez tönkreteszi Magyarországot. Lenyomja a béreket, megtöri a magyar nemzet kulturális identitását, és alapvetően árt a magyar nemzeti érdekeknek. Ez primér kínai érdek, amit a magyar kormány főképvisel, semmi köze a nemzeti érdekekhez. Nagyon örülök, hogy visszavonta ezt a törvényt. A jobbik konzervatívok a parlamentben június óta tiltakozik ellene, és országjárásra indultunk, és szerte az országba ezrével gyűjtjük az aláírásokat annak érdekében, hogy a kormányt megakadályozzuk ennek a tervnek a végrehajtásában. Nagyon örülök, hogy végrehajtotta, hogy visszavonta ezt a törvényt. Saját és személyes sikerünknek értékeljük ezt a visszavonást. Nagyon reméljük, hogy most lesz egy kis idő a Karmelitában gondolkozni azon, hogy a magyar nemzeti érdekekkel mennyire összeegyeztethető ázsiai migráns munkásoknak a betelepítése. Nem válaszolt a kérdésemre, megszavazzák ezt a szigorúbb törvényt majd? Azt, amiről azt se tudjuk, hogy mi. Hát ne viccel. Hát ha azt mondta, hogy ez rossz, és azt már most mondják, hogy megvannak a keretfeltételek, mit és hogyan a magyar állam meghatározott célból jogcímen feltételek teljesülése mellett lehessen dolgozni. Én nem tudok komolyan venni egy olyan kormányt, amelyik benyújt egy törvényt kétharmaddal. Mindenkit, aki azt nem szavazta meg, három hónapja gyaláz, engem személy szerint a magyar miniszterelnök, akkor, amikor azonnali kérdések órájában fölhívta arra a figyelmet, hogy hát aki nem támogatja ezt a törvényt, az nem tudja, hogy mit csinál. Most visszavonják a törvényt, ő meg azt kérdezi tőlem, hogy majd a jövőbeni törvényt azt tudom-e támogatni. Nem, ez a kormány dilettáns. Ez a kormány letesz egy törvényt, ami hatályba lépése előtt visszavonásra kerül, és ön azt várja tőlem, hogy itt biankóba írjak alá valamiféle támogatást, egy még nem látott törvényt. Hát, ha eddig nem voltak elégedettek, most pedig az valósul meg, amit önök szeretnének, lehet egyfajta... Nem az valósul meg, ez egy szemfényvesztés. Akkor valósulna meg az, amit én szeretnék, hogyha ezt a törvényt visszavonnák, az akkumulátorgyárakat, az akkumulátorgyárak építését beszüntetnék, és végre a magyar munkavállalóknak a bérének az emelésével lenne elfoglalva ez a kormány, azzal, hogy az Európai Uniós forrásokat hazahozza ebbe az országba, a kohéziós forrásokból megemelje a magyar embereknek a bérét, akkor lennék elégedett, hogyha a Nobel-díjasaink nem Németországba és az Amerikai Egyesült Államokba tudnák a vágyaikat, meg az álmaikat megvalósítani, hanem ebben az országban kapnának ahhoz támogatást, hogy ez az ország gyarapodjon, ne pedig más országok, és ide pedig összeszerelő üzemet álmodjanak meg, ahol a kütyű-kütyűjének az összeszerelésével vannak elfoglalva, immáron Fülöp-szigeteki meg bangladesi munkavállalók. Ez az, amivel szemben én mindig is fel fogom emelni a hangomat, és ez a párt, amíg van, addig fogja akadályozni ennek a kormánynak ezt a nemzetromboló tevékenységét, amíg szufla van benne. Elnök úr, ezzel fogom a következő vendégemmel, az egyik Nobel-díjassal kezdeni a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.